5,3 milliárd forint értékben nyert 30 Szabolcs megyei oktatási intézmény uniós támogatást az úgynevezett Iskola 2020 programban. Az iskola fenntartó tankerületek pályázhattak többek között tantermek korszerűsítésére és bővítésére, taneszközök beszerzésére, tornatermek felújítására. A 81 milliárd forintos uniós keretből az országban 400 település iskolájában javulhat az oktatás infrastruktúrája. Többet fordítunk oktatásra. Azt lehet mondani, hogy a nemzeti jövedelem 5,2%-át, ami a közép-európai régióban az elsők között van, Lengyelország érje lesz az arányt, és az Unióban is nagyon jó helyen van, mert az uniós átlag 4,9%. Tehát, hogyha ezt az oldalát nézem, akkor rendben van. Ha a tanévkezdésnek a szülői oldalát nézem, akkor igyekeztünk a terheket minél kisebbre csökkenteni, vagy levenni a szülők a családok válláról. Az iskolák infrastruktúráját és taneszköz felszereltségét uniós támogatásból is fejlesztik. 59 tankerület pályázhatott a forrásra. A 81 milliárdos program 400 településen jelentősen javítja majd az iskolai körülményeket. Az iskolák 2020 program egy uniós forrás, amely az infrastruktúrális feltételeket javítja, tanterem korszerűsítés, iskolabővítés, iskolafelújítás, vagy éppen vannak olyanok, amelyek hátrányos helyzetű térségekben az iskolai terek infrastruktúrális fejlesztését jelenti. Tehát ez két pályázati lehetőség volt. A tankerületek itt a megyében úgy tájékoztattak, hogy aktívak voltak a pályázatoknál, és mintegy 5,4 milliárd forint értékben pályáztak iskolák infrastruktúrának fejlesztésére, és ez körülbelül a megyében 30 intézményt érint. Ha ezt megnézzük arányaiban, hogy 81 milliárdos programról van szó ebben a körben, és mintegy 527 intézményt érint. A napkori Jósika Miklós általános iskola is a nyertes pályázók közé tartozik. Ott összesen 679 millió forintos beruházás kezdődik, amelyből egy fedett sportpályát is építenek az intézmény mellett. Az intézményben megfelelő számú, méretű, korszerűen felszerelt fejlesztőterem, valamint közösségi tér kialakítása és felújítása szükséges. A mindennapos testnevelés infrastruktúrális és eszközellátottsága megfelelő módon biztosítani kell, így szükséges a tornaterem felújítása, a sportpálya bővítése, a jelenlegi tornaterdők mérete 12x24, azaz 288 négyzetméter. Na most jön a lényeg. A jelen konstrukció keretében az FOP 412/2017-es 000088 számon nyilvántartott támogatási kérelmüket az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Balogh Zoltán miniszter úr, most figyeljenek az összegre, 679.508.320 forint összegű támogatása érdemesnek ítélte. A korszerűsítés mind a 13 osztály tanulói és az intézmény tanárai számára biztosítja majd az oktatás modern feltételeit. Ebben a tanévben szakmai fejlesztések is megvalósulnak a köznevelésben. A pedagógusok szerint a tantárgy-centrikus oktatás helyett a műveltségi területek oktatását kell erősíteni az új nemzeti alaptantervben is. Az iskoláknak felkészült kreatív diákokat kell nevelni. Az idegen nyelv oktatás és a digitális kompetencia fejlesztés kiemelt területe a nemzeti alaptantervnek. A 9 évfolyamos általános iskola terve további egyeztetések előtt áll.